Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a 2024 évi közmeghallgatásunkon. Mielőtt hozzákezdenénk, engedjék meg, hogy megköszönjem a bizalmat, hogy a helyi önkormányzati választások eredményeként újból 5 évig szolgálhatom településünket, és ugyanezt megtenném a képviselőtársaim nevében is. Igyekszek a tapasztalatokból építkezve, legjobb tudásom szerint folytatni a munkát, és ezt egy jó csapattal lehet csak egyedül polgármesterként, ezt nem tudnám, senki nem tudná. Én tudom, hogy van egy jó testület mellettem, vannak nagyon jó intézményvezetőink, akik segítik a munkámat, és köszönöm szépen a támogatásukat és minden segítőnek. A közmeghallgatás egy nyílt testületi ülés. Itt határozatokat nem hozunk, a testület tagjai megjelentek. Egy kivétellel, Kecskés Nikolett igazolt távollétel tartózkodik most távol, mert a testvére nagyon beteg, családi problémák miatt nem tudott eljönni. Neki volt irányított véradás, ahol én is voltam, és annak örülök, hogy azt hittem, hogy a tavalyi érdeklődéshez képest kevesebben lesznek, ott több mint 30-an vettek részt a véradáson, és most örülök annak, hogy elmondhatom, hogy remélem, hogy itt többen vagyunk, de azért bízok benne, hogy jövőre még többen fognak érdeklődni. Külön köszöntöm a taktaharkányi rendőrös őrsparancsnokát, Petró Tamás urat, meghívott vendégünket, neki is lehet lesz esetleg majd feltenni kérdést, ha szeretne valaki. Első napirendi pontunk a beszámoló 2024 évről, és akkor megkérlek Viktor, hogy indítsd el. Ez nem pontos számokkal, úgy gondoltam, hogy kerekítem millióra, félmillióra bevételeket és kiadásokat, mert így könnyebb lesz megértetni mindenkivel, hogy hogyan is gazdálkodik az önkormányzat. Kívánt! Én. Innen látszik, nem gyakoroltunk. Tiszalosz nagyközség gazdálkodása a következőképpen néz ki. Bevételeink, legnagyobb bevételünk az állami normatíva 680,5 millió forint. Azért értem mellé, hogy kötött állami támogatás működése is bérekre, mert ezt máshol nem lehet elkölteni, csak amire az állam adja. Mindig az előző évekhez viszonyítva nézik a költéseinket és úgy finanszírozzák a következő évet. Ha valamit nem jól tervezünk, akkor vissza kell fizetni a pénzt, hogyha nem arra költjük, amire az állam adja nekünk. A Tiszalóci önálló napközi otthonos óvoda és bölcsőde 287 millió forintot kapott 2024-ben. Ugye ezek a bérekre, rezsire, működésre, eszközökre, ebben a teljes finanszírozás. Tiszalóci élelmezési központ 75 millió forintot, Tiszalóci polgármesteri hivatal 143 millió forintot, település üzemeltetésre, utak, járdák, zöld terület, urnatemető, stb. Lehet sorolni 19,5 millió forint, közvilágításra 24 millió forint, szociális feladatokra 34 millió forint, ebbe a gyermekjóléti szolgálat, az idősek nappali ellátása, házi gondozás, szociális étkezés tartozik, szociális feladatokra még 60 millió forintot kapunk, ebbe bele tartozik az iskoláztatási támogatás, idősek támogatása, a busza és az előző szociális feladatok, illetve segélyek, és a szociális intézményeinknek a kiegészítő finanszírozása, mert az előző összegből a bérek és a rezsi nem jön ki. Szünidei étkeztetésre 8 millió forintot kapunk, közművelődési feladatokra 11 millió forintot, egyéb önkormányzati feladatokra 19 millió forintot, ebből lehet, amire nem volt felsorolva, azokat fizetni, illetve kiegészíteni, hogyha valahol hiány van.
Ez, hogyha összeadunk mindent, tehát 680,5 millió kötött állami támogatás. Ez majdnem, azt mondom, hogy majdnem lefedezi az egész működésünket, mert vagyis a művelődési és kultúra kivételével ott alulva vagyunk finanszírozva, ott 10 milliót kell nagyjából hozzátenni az önkormányzatnak az adóbevételeiből. Önkormányzat egyéb bevételei, bérleti díjakból, vendégészakákból 1,4 millió forint, de ezt visszafordítjuk a vízparti üdülő, illetve rezsi, vendégház, tehát ezt oda költjük, ahonnan származik. Mezőgazdasági árbevételünk 9,5 millió forint, ezek a szántóföldjeinknek a műveléséből befolyt összeg, de ezt is vissza kell mezőgazdasági célokra fordítani, tehát ez is egy kötött összeg. Közhatalmi bevételeink, ez körülbelül 100 millió forint, a helyi iparűzési adó az 90 millió forint. Az elmúlt években nagyon szépen nőtt. 5 évvel ezelőtt ilyen 30-35 millió forintról indultunk, és évről évre szinte megháromszorozódott az iparűzési adónk. Kommunális adóból 9,5 millió forint származik, mezőőri járulékból 900 ezer forint, talajterhelési díjból 1,8 millió forint, de ez a kettő utolsó kötött felhasználású, azt jelenti, hogy csak a mezőőri feladatokra, illetve csak a környezetvédelmi célokra használható ivóvízre konstrukció, szennyvíz, de hogyha valami probléma van, vagy a fákat vágunk ki. Tehát ez is egy kötött összeg. Normatívából nem finanszírozott kiadások, és ez a lényeg, ezt kellene mindenkinek jól megnézni. Tehát a non-profit Kft-nk 42 millió forint támogatásban részesül, plusz 22 millió forint normatíva. Tehát ez a 22, ez 19, ez a település üzemeltetésre kapott normatívánk, és ezt még 42 plusz 3 millióval egészítjük ki, és elmondom, hogy ebből a 64 millióból 63,5 millió forint az ott dolgozók éves bére. Mentőállomás 5 millió forint, amit ráköltünk rezsire, illetve karbantartásra. Orvosi rendelők le 5 millió forintot, sportlétesítményekre 3 millió forint. Tudom, felmerül a kérdés, hogyha nem nincs foci csapatunk, akkor miért költünk rá. Azért valamilyen szinten karban kell tartani, a sportpályát is folyamatosan vágtuk, ugye most odaépült a játszótér, takarítottuk, és a rekordtán pályánkra most 1 millió forintot kell körülbelül rákölteni, mert az MLS-től nyertük azt a pályázatot, 100%-ban 60 millió forint körüli összegből építettük ezt a pályát, viszont van egy olyan karbantartási kötelezettségünk, amit ha nem végzünk el, akkor kötbért fizetünk, és most épp ez a kötbér kityeg addig, amíg nem végezzük el a karbantartást. Gyepmester 2 millió forint, ez régebben olyan 4 millió forint volt, de mióta a mezőőrünk hatékonyan végzi, mindig is végezte a dolgát, azóta ez megfeleződött. Temetői szemét elszállítására és fűvágásra 6 millió forintot költünk, ez is csökkent, előző években több volt, de ezen az éven nagyon sokat segítettek az egyházak, akár önerővel hozzájárultak, akár az egyháztagok maguk fűkaszáltak jó párszor a temetőben. Ezt köszönjük szépen nekik. Tiszteletdíjak, megbízási díjak, önkormányzati bérek, tehát itt a képviselőtestület tiszteletdíjától kezdve a ügyvédünk, önkormányzati ügyvédnek az éves megbízási díja, a mezőrünknek a bérkiegészítése, mert neki az állam 90 ezer forintot minden hónapba pótol, és csak egy részét fizetjük mi, akkor a különböző, hát mindenfajta díj, megbízási díj, földmérő, sorolhatnám.
Közmunkaprogram önerő az 1 500 000 forint, hál' Istennek az nem olyan sok. És ahogy említettem, a művelődési ház normatíva kiegészítése bérekkel, fűtéssel együtt, tehát 10 000 000 forinttal egészítjük ki. És ez csak a nagyja, ami eszembe jutott, és utána néztünk és megkeresték a kollégák, és kigyűjtötték, hogy mire mennyit költünk. 99 000 000 forint, és amit én mutattam az előbb, hogy adóbevételekből származó, nem kötött pénz, amit oda költünk, ahova kell, az 99 500 000 forint. Tehát, amikor elromlik egy autó, és 600 ezeret költünk a kis buszra ezen az évben is, és ezt még így sorolhatnám, az még szerintem egy jó pár milliós kis kalapot jelentene ezután. És így gazdálkodunk. És akkor néha megemlíti valaki, hogy de hova tesszük a pénzét, akkor jól látható, hogy amit a lakosok befizetnek, az 9 500 000 forint, és ezelőtt 3 évben 4 millió forint volt. Ez is szép növekedés. Viszont meg növekedtek a adóbevételeink is, de a kiadásaink is, és az önként vállalt feladataink is, amit az állam nem finanszíroz le. Most jelenleg úgy gondolom, hogy akkor lennénk egyensúlyban, ha a következő pár évben olyan másfélszeresére tudnánk a adóbevételeinket növelni, ehhez vállalkozások kellenek, akik befizetik még többen az adóbevétel, és körülbelül akkor egyensúlyba kerülne az önkormányzatunk költségvetése. Pályázataink. Ezen az éven elkészült a bölcsődénk 250 milliós pályázatból. Októbertől 2 csoportban üzemel a bölcsőde. Szerintem én úgy hallottam, hogy az ott dolgozóknak és a gyerekeknek is nagyon tetszik. Szép lett, korszerű lett, tényleg a mai modern követelményeknek maximálisan megfelel, büszkék lehetünk rá. Én sok bölcsődébe voltam a környéken, de a miénk a legszebb. Ipari park kialakítása Tiszalúcon. Ezt 2 éve nyertük ezt a pályázatot. Közel 200 millió forint. Ezt jövő évig kell megvalósítanunk. Ez nem lesz egy egyszerű menet, mert az első fordított áfás pályázatunk, ami azt jelenti, hogy elköltjük a pénzt, kifizetjük a vállalkozót, és majd utána visszakapjuk x3-4 hónap múlva az áfát. Tehát likvid problémákat okozhat, ezen is kell agyaljunk, hogy ezt hogy fogjuk megcsinálni, de olyan kevés pályázat van most, olyan kevés uniós támogatás jön be, ugye nem jön semmi az országba, hogy azt mondom, hogy nem fogjuk visszaadni, meg fogjuk valahogy oldani, hogy megvalósuljon, főleg azért, mert ahogy említettem, az egyik fő problémánkat, a pénzhiányt segíteni megoldani, befektetők már lennének, tehát már többen érdeklődtek, hogyha jelenleg is lenne egy ilyen ipari fejlesztési területünk, amit Keszthelyten irányába, hogyha kiérünk Tiszalúcról, baloldalt 8 hektár szántóföldünk van, annak az első 1 hektára lenne kivonva mezőgazdasági művelési ágalól, körbekerítve, szervizúttal, ipari árammal, trafóval ellátva, ami csak maga szerintem, hát éppen nem kellene egy 60 milliós költség, egy ilyen trafóállomás, szennyvíz vízzel, és onnantól kezdve értékesíthetővé válnak a 8 hektár területei. Igény szerint meg lehet vásárolni, vagy bérbe tudjuk adni, ez egy plusz bevétel lenne az önkormányzatnak. Belterületi utak fejlesztésére 100 millió forintot nyertünk, ez a Kóptól volt benzinkútig tartó Hásfó utca szakaszának a teljes rekonstrukciója lesz. 0,5 méterre szeretnék megszélesíteni, új alapot kap és új aszfalt réteget. Az út elkészítése mellett parkolóhelyeket fogunk kialakítani itt a Kóp környékén és a templom és az óvoda előtt, óvoda mögött. És a buszmegállókat, buszöblöket is kialakítjuk, igaz nem fedettem, de a járdáról megközelíthetően, illetve a Kóptól a gyerekorvosi rendelőig megszélesítjük a járdát aszfaltozva.
kihagytam a polgármester úr, nagyjából ennyi ugye. Végeztem. Mindenféleképpen meg kell említenem, hogy sajnos önkormányzatunk egy sok-sok évvel ezelőtti hibából, amihez az a településen senki nem tehet, mindig kihangsúlyozom, az akkori közbeszerző cég tehet róla, de természetesen mindent a polgármester ír rá, és minden felelősség az övé. Tiszaluszon kívül még Szerencs, és 5 település is részes ennek a nem túl jó örökségnek. 23 millió x 100 ezer forintot kellett visszafizessünk. Ezt úgy tudtuk megoldani, hogy egy 25 milliós OTP-s hitelkeretünket merítettük ki teljesen. Ez a múlt évben lett kifizetve egy összegben, vagyis egy éves részletben, de ennek a számlának a terhére, és láttuk a költségvetésünket, ebben nem volt benne az a puffer, hogy ezt most vissza tudjuk dolgozni. Bízok benne, hogy a következő évben vagy években majd szépen kilábalunk ebből. Végezetül az anyagi helyzetünkről még annyit, hogy a többi polgármester kollégámmal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Nem jobb a helyzet a többi önkormányzatnál sem. Jó lenne Tisza a Újváros járáshoz csatlakozni. Ezt mindig elmondja a képviselőasszony is, hogy olyan pénzeket tudna ott megmozgatni. Egy kicsit más adóbevételek, meg szétosztások, meg pályázati lehetőségek vannak abban a körzetben, mint a hatos ligában. Így is egy kicsit hátrányban vagyunk, de úgy gondolom, hogy ebben a jelenlegi gazdasági környezetben örülünk annak, hogyha így szépen év végére túléljük ezt az évet, ugyanúgy, mint ahogy a helyi vállalkozások szerintem megérzik a bőrükön ezt, hogy uniós pénzek nem forognak, nem hagyják a gazdaság motorját. Most az eredményekről szeretnék beszélni felsorolás jellegűen. Alpolgármester úr készült majd képekkel is belőle. De ahogy említettem, októbertől két csoporttal megnyert az új bölcsödénk. Játszótér épült a sportpályán. Köszönet az ilyen és egészségesnek maradni alapítványnak. Október végéig nyitva volt, és szerették a falubeli gyerekek, illetve családok kihasználták. Kamerával is elláttuk, utána már még nagyobb volt a fegyelem. Mávállomáson parkolót, sétányt alakítottunk ki. Mindenki, aki vonattal közlekedik, láthatja. Most ültettünk cseréket. Reméljük, hogy jövő évre befüvesedik, még fákat is tervezünk ültetni. A mával hosszas tárgyalások után sikerült azt megoldani, hogy ők se dúskálnak most a pénzben, hogy megcsinálják a parkolót, illetve a következő projekt a mávállomáson belül egy WC, vagyis férfi-női mozgáskorlátozott WC kialakítása lesz. Facebookon láttam, hogy sérelmezték, hogy le lett bontva az az épület a másik oldalt. Ahhoz az önkormányzatnak nem volt semmi köze, csak annyi, hogy jeleztem a márknak, hogy beszakadt a teteje, és járnak be, hordják el a tetőanyagot. Életveszélyes, tehát oda valaki felmegy, egy olyan gerendát kihúz, hogy leszakad, vagy bármit, vagy körül kellett volna keríteni nekik, de így jártunk jobban, hogy lebontották. Nem gondolom, hogy felújították volna, bárki szívesen költözik oda ki, főleg úgy, hogy a településen rengeteg lakatlan ingatlan van. A művelődési ház aulájának járólapozása elkészült, már rászolgált, már nagyon sok feljött, és az is balesetveszélyes volt. Köszönet a KFT szakembereinek. A KNTH bankkal közösen márciustól tárgyalva egy kis befizetős automata telepítése megtörtént ide a művelődési ház oldalába. Itt köszönet Talárné Illis Erika regionális fiókvezető asszonynak.
Rákóczi utca egy szakaszának és a Békeköz ivóvíz rekonstrukciója megtörtént. Láttuk, jó sár volt akkor. Borsodvíz ZRT-nek köszönet és a lakosoknak a türelemért. A holták melletti gátszakasz karbantartása és gondozása, a vízparti utak karbantartása több kilométeres szakaszon megtörténtek. Köszönet az együttműködésért a Tiszaluszi Sporthorgász Egyesületnek, akik minimum a fele munkát és költségeket állták. A Gárdonyi utcán lévő törmelék lerakatokat eltakarítottuk, a taktapart porongi részét, a szakadó partot feltöltés után rendbe raktuk. Értékteremtő közmunkaprogramunk eredményei még a kertjeinkben közel 5000 négyzetméteren termett sok-sok zöldség és kevés gyümölcs, de a sok zöldséget, mint az óvodánknak vagy a konyhánknak adtuk, ők használták fel. Rendezvényeinkről úgy gondolom, hogy ezek is eredmények. A megyei kórházzal közös szervezésben 2024. március 28-án méhnyakrák szájüreggi általános állapot felmérő szűrővizsgálatot tartottunk. Itt volt a művelődési ház előtt a szűrőbusz. Birkózó edzést tartunk közösen a tankerülettel, Deák Bárdos Mihály birkózó többszörös magyar bajnok tartja az edzéseket, nagyon szép eredményeket ér el a gyerekekkel, a Diósgyőri klubban közösen be is járnak a gyerekeink, folyamatosan versenyeztetik őket. A tankerülettel, illetve a szerencsénevelési tanácsadóval közösen szervezésben korai fejlesztést sikerült indítani az óvodában heti két alkalommal. Nem kell ezeket a gyerekeket elhordani szerencsre. Ezek is úgy gondolom, hogy mind-mind eredmények. És a rendezvény naptárt a kezembe véve nem fogom felolvasni, de körülbelül 30 rendezvény van rajta, amit megkaptam Kopány Lászlótól. Ha beleszámoljuk a település alapítványai civil szervezeti és összrendezvényét, ebből kiemelném 2024. februárban volt a Meseautó című előadás a Körúti Színház előadásában Strauch Dezső főszereplésével. 4. hónapban a Miért nem marad reggelire Kauszki Armand főszereplésével. Májusban a Shirley Valentine-nak Vándor Éva főszereplésével, illetve május 25-én nagyszabású gyereknapot tartottunk Tiszalócon. És hamarosan kezdődik az adventi időszak, így várok már a jövő héten mindenkit szeretettel vasárnap az első adventra. 3 órától a katolikus egyház fog vásárt tartani, 4 órától lesz egy gyújtás, Krisztián atya kezdi az első alkalmat, és ha vége lesz egy gyújtás, már Kopány László fog nekünk zárjálni az advent alkalmából. Halásznapról jött kérdés, nincs falunapunk. Láttuk az anyagi helyzetünket, idáig minden falunapunkat pályázatból csináltuk. Azért csináltunk most gyereknapot, mert oda sikerült az Agrárminisztériumtól, belecsempésztük, hogy agrárgyereknap finanszírozást találni, és így lett a nagyszabású gyereknapunk. Tehát idáig úgy voltak a rendezvényeink, hogy ne az adóbevételeinkből kelljen még ide költeni, mert egy falunap az 5 millió forint alatt egy egyszerű sem, annak olyan költségei vannak. És akkor az eredményekről ennyit szerettem volna elmondani. Én úgy gondolom, hogy ebben az anyagi helyzetben, illetve ebbe a politikai, gazdaságpolitikai környezetben ezek az eredmények is, azt mondom, hogy becsületre méltóak és büszkék lehetünk rájuk. És a következő pontban a közbiztonságról szeretnék egy pár személyes gondolatot elmondani. Mondjuk
A közbiztonság megítélése, biztos vagyok benne, hogy ember is ember, mindenki másképp ítéli meg. Én azt gondolom, hogy beszélve a környező települések polgármesterében, illetve a szomszédos vagy a legközelebbi nagyvárosokat tekintve, Tiszalószeg élhető, biztonságos településnek számít a mai világban. Vannak bosszantó dolgok, történnek lopások. Látjuk, hogy jelen van a drog, ami régen nem volt, de hol nincs. De nagyobb, súlyosabb, ember életet követelő, vagy akár olyan fenyegetettséggel járó büntények nem történnek, és ez köszönhető a rendőrség munkájának, és a polgárőreink munkájának is, illetve a mezőrünk munkájának mindenféleképpen, őt is megemlítem. Én úgy gondolom, hogy Tiszalószeg élhető település. Ettől többet kell tegyünk, de ez akkor lesz, vagy akkor leszünk még élhetőbb település, hogyha mindenki, minden család megteszi még a tőle telhetőt, amit megtehet. Tudunk kamerát venni, lehet kutyát tartani, odafigyelhetünk egymásra, odafigyelhetünk jobban a idősekre, az egyedül élőkre. Be lehet lépni még többen a Polgárőr Egyesületbe, hogy még több órában, éjszaka is szolgálatot tudjanak többet teljesíteni. Azzal viszont nem sokat tudunk tenni, hogy sajnos a rendőri szakma is, ugyanúgy, mint a pedagógusoknál egy hiány szakma. Jobb lenne, ha még több fiatal jelentkezne rendőrnek, bízunk benne, hogy egyszer majd ott is változni fog úgy a dolog, hogy még kecsegtetőbb lesz a rendőri pálya. De köszönjük szépen azoknak a rendőröknek, akik kitartanak és szolgálnak. Most így visszaemlékezve még ide, régen gyerekkoromban is ha volt probléma. Elmentem nagymamámhoz, télen elsérte magát, ellopták a tyúkokat. Tudod róla, egyik szomszéd, másik meg max a szembe szomszéd. Most már ellopnak a kertből egy kerti törpét, ki van téve a Facebookra, alatta van 200 aláírás, mi történik Tiszalószegen. Ugyanaz történik, előfordulnak bosszantó dolgok, ezen igyekszünk a jövőbe változtatni. Következő napirendi, vagyis hát nem napirendi pontom, témám, tervek és kilátások. Következő pár évre, következő ciklusra, hogyan tudunk változtatni azon a helyzeten, jobb irányba, amiben vagyunk. Ahogy elmondtam már, az egyik nagy lehetőségünk az a ipari fejlesztési terület lesz. Bízok benne, hogy annyi új cég, szolgáltató fog betelepedni, hogy akár munkahelyek, akár iparüzési adóval is több lesz a bevételünk, és többet tudunk költeni. Másik lehetőségünk a vízparti turizmus kiaknázása. Képviselőasszony még mindig biztat benne, hogy jönnek azok a pályázatok, amiket már beadtunk. Egyébként egy lovas útvonal Keszthelyen és Tisza Ladány között, ahol Tiszalószon is lenne egy megállópont, akár a gáttetőnek a felújítása, rendbetétele, hogy közlekedhető legyen Kenész felé, a Krappai Zsiliptől, kerékpáros útvonalba betervezni Tiszalósz holtágot, kerékpáros megállóhelyjel. Beadtunk egy pályázatot, de ezt a Covid idején ez is le lett húzva egy ilyen kis kilátó madár lesre a vízparton. Tehát vannak terveink, bízunk benne, hogy a jövőben lesznek hozzá pályázatok is. A következő ciklus egyik legfőbb feladata lesz még a településképnek a legszebbé tétele, főleg a főutcát szeretnénk. Folyamatosan zaklatom képviselőasszonyt, hogy a kóptól jó lenne végigaszfaltozni, de a közút is most ugyanolyan problémákkal küzd, mint a MÁV vagy mi, de ígéretet kaptunk rá, hogy el fog jönni az ideje, és Tiszalószon is leaszfaltozzák a főutcát.
és igyekszünk kihasználni majd azokat a pályázati lehetőségeket, amik most nyílnak. Az egyik ilyen lesz a versenyképes járások program, ami arról szól, hogy 2024 a bázis év, és most volt 90 millió forint az iparűzési adónk. Hogyha jövőre lesz 100 millió forint, akkor a kettő különbözetét, azaz 10 millió forintot az állam visszavesz. De ezt a járásnak odaadja, ugyanígy minden településre, és a 250 millió forint alatti kalapokat kiegészíti 250 millió forintra. Jelenlegi helyzetben ezt megvizsgáltuk, az összes településtől most 36 millió forintot vettek volna el ebben a járásban, tehát 214 millió forinttal egészítette volna ki az állam. Ez egy olyan pályázati keretet képez, hogy a polgármesterek maguk között kétharmados arányban minden éven gyorsított eljárással saját céljaikra, de nem működési támogatással, hanem fejlesztésre pályázhatnak ebből a pénzből. Ez is egy plusz lesz, mivel mi kiesünk a Magyar Falu programból, ugye 5000 fő fölötti településként, ugyanúgy, mint ahogy kiesünk a Szociális Tűzifa programból, 5000 fő fölötti településként, és itt a polgármesterek biztos, hogy figyelembe fogják ezt venni, és úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb pénzt fogunk tudni elhozni, illetve innen pályázni, mint amit oda beteszünk. Terveinkről nem is szerettem volna elmondani, most pedig szeretném megköszönni még egyszer a Polgár Egyesületnek, a Horgász Egyesületnek, a civileknek, illetve civil szervezeteknek és mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult ezen az éven az önkormányzatunk jobb átételéhez. Köszönöm a munkájukat, köszönöm a támogatóknak és a segítőknek, akik az én munkámat segítették és körülöttem vannak. És most pedig, és nem kihagyva a vállalkozókat, akik 90 millió forintot befizettek, tehát köszönöm szépen minden olyan helyi vállalkozónak, aki Tiszaluszra fizeti az adóját, mert nagyon nagy segítség, és nélkülük még nagyobb gondba lennénk. Most pedig megkérem alpolgármester urat, hogy ő is tartsa meg a PPT-s tájékoztatóját, és néhány pontot esetleg kirészletez, illetve a pontos számok kivetítésre kerülnek, amit én most kerekítve említettem meg. Az első napirendi ponton hamarosan túl vagyunk, és akkor a második napirendi pont lesz a kérdések és válaszok. Köszönöm szépen! Én is nagy tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatás résztvevőit, és engedjék meg, hogy én is köszöntsem őrsparancsnok urat, hogy megtisztelte a jelenlétével bennünket. Ahogy polgármester úr már említette, én, mint aki a gazdálkodás és a település üzemeltetés feladataival vagyok elsősorban megbízva alpolgármesterként, egy picit abból az aspektusból szeretném megmutatni és részletezni a dolgokat, ahogy már polgármester úr felvezette, és ígérem, nem leszek hosszú, mert azt mondta, hogy nagyon szűkre szabjam, és nem fog képeket sem mutatni, mint ahogy ő most ezt elővetítette, mert arról már beszélt. Én abban a tekintetben szeretnék egy pár dolgot megemlíteni, hogy az első, ami meghatározta a mi működésünket, az nyilván a világviszonyok, de erre nem térek ki, mert mindenki honosuntalan hallhatja a híradásokból, a háború, az inflációs helyzet, az energia válságnak a következményei. Én inkább egy picit ráfókuszálnék a mi települési előzményeinkre, viszonyainkra. Itt említette polgármester, és ezt sem szeretném nagyon kihangsúlyozni, hogy van egy pályázati visszafizetési
összeg, amit már többször hallhattak, ami egy picit nehezíti a gazdálkodást ebben az évben, mert ezzel a visszafizetéssel számolnunk kellett abból a szűkös keretből, ami, ahogy elmondta a polgármester úr, nem jut mindenre, de még ezen kívül az ág is húzott minket. És volt egy nagyon fontos esemény ebben az évben, két választás is történt, az egyik egy európai parlamenti választás, illetve a másik, ami a mi szempontunkból még fontosabb volt, hogy önkormányzati választás, helyhatósági választás is volt, aminek következtében ugye új testület kezdte meg a munkáját, és hál' Istennek polgármester úr tudja folytatni a megkezdett munkát. Az a kép, amit látnak, a felső képen a leköszönő képviselőtestületet láthatják, és mi azt gondoljuk, akik annak a testületnek is részesei voltunk, hogy eredményes 5 éven voltunk túl, és büszkén vállaljuk az eredményeket, és természetesen a felelősséget is azokért az eseményekért, amik nem biztos, hogy a legjobban sültek el. Hál' Istennek ezek vannak, vagy ebből van kevesebb. És hát lent látható az alsó képen az újonnan megalakult képviselőtestület, amiből amire rögtön felhívnám a figyelmet, hogy 2 fővel kevesebb ugye a létszám a képviselőtestületnek. Ezt meg lehet ítélni mindenki szerint, hogy ez jó vagy rossz. Én azt gondolom, hogy minél több gondolkodó van, minél többen akarnak hozzátenni a dolgokhoz, szerintem jobb az, hogyha többen vagyunk, de én azt gondolom, hogy egy 6 fős képviselőtestület is lehet nagyon konstruktív és a település dolgait előre vívő. A következő a tények terveknél, ugye a gazdálkodás fő mutatója, amit polgármester úr nagyon szépen levezetett, és szerintem teljesen érthetően bemutatta azt, hogy hogyan is áll össze a költségvetés. Én egy picit arra szeretnék fókuszálni, ami a nagy volumenét jelenti a költségvetésnek, ugye van egy bevételi főösszeg. És ez nem egyezik azzal a számmal, amit polgármester úr mondott, mert ez a 1,5 milliárd forint, amit itt a legalján látnak a táblázat, illetve a diának, ez az a bevételi főösszeg, ami tartalmazza azokat a bevételeket is, amik már adott esetben mondjuk az önkormányzat számláján megjelennek, és ilyenek például azok a fejlesztési pénzek, amiket az önkormányzat megkap támogatási keretekből. És gyakorlatilag, amikor azok megépülnek, például egy bölcsöde megépülés, ez a fejlesztés megvalósul, akkor például az a 650 millió forintos normatív bevétel, az mondjuk a bölcsödének a 270 milliós többlet forrásával is ki van egészítve, és azért van egy 1,5 milliárd körüli szám a költségvetés főösszegénél, bevételi főösszegénél. A következő, ami jól látható, hogy a bevételek alakulását 2018-tól vetítettük egészen 2024-ig, most az adóbevételekre tértem át. Az adóbevételek, ahogy polgármester úr említette, nagyon szép ívben egy növekvő tendenciát mutatnak. Leginkább látszik, hogy 2022-től folyamatosan nőtt az adóbevétele a önkormányzatunknak, és mondhatnák azt is, hogy igen, volt egy év, amikor a magánszemélyek kommunális adója 3000 forintról 6000 forintról növekedett, de majd mindjárt látjuk, hogy ez elenyésző volt a növekedésben. Leginkább más adónemek, és itt látszik a magánszemélyek kommunális adója, ez a pici oszlopocska, és mellette itt látszik az a bizonyos 90 milliós nagyságrendű idei helyi iparűzési adó, amit ahogy polgármester úr említett, a helyi vállalkozók, illetve azok a vállalkozások, akiknek itt tevékenységi körük szerint valamilyen tevékenységet folytatnak, azok fizetik be. Ez az összeg, tehát ez a 90 millió forintos összeg a legnagyobb tétel, és látszik, hogy mellette a magánszemélyek kommunális adója a tizede sincs ennek az összegnek. Az összes többi adó nem, még talán mindjárt látszik egy dián. Itt látszik a összetétel, tehát ez a legnagyobb szelet ugye a helyi iparűzési adó, a kék az a magánszemélyek kommunális adó, és látszik, hogy ezen a pici torta szeleten osztozik az összes többi
amiben a legnagyobb összeget a pótlékok, illetve a talajterhelési díjból befolyt összeg jelenti. Az adózás, a kötelezett vállalkozások, ezt az előző években nem mutattuk ki, de jegyzőnő jóvoltából, illetve a kollégák jóvoltából a hivatalban kigyűjtése került, hogy látszik, hogy a 100 000 forint, 0 és 100 000 forint közötti adóbevételt fizetők 65-en vannak a településen. A 100 000 forintot meghaladó, de 1 millió forintot el nem érő adóbevételt befizetők 67-en vannak. Ahogy haladunk, értelemszerűen minél nagyobb az összeg, 1 millió és 5 millió forint között fizetnek be 11-en, tehát 11 vállalkozás van, aki ebben a nagyságrendben, ez lehet 1 millió 100 000 forint is, de lehet akár 4 millió 900 is, és 4 darab olyan vállalkozás van Tiszalócon, aki 5 millió forint feletti összeget fizet a adóbevételt, illetve a mérleg szerinti előménye után. És ami nagyon fontos, hogy van egy vállalkozás, aki 20, most a végső szám 25-26 millió forint adóbevételt fizet, ez a legnagyobb adózónk a településen. Nem tudom, hogy adótitok-e, hogyha ezt elmondjuk, a Signex Kft., aki tulajdonképpen a legnagyobb mértékben járó hozzá a helyi iparőzési adóbefizetésekhez. Nyilvánvalóan a volumen is a legnagyobb, amit ő képvisel a településen. A következő táblázaton a kiadásokat láthatják. A kiadások, és az előbb a 1,5 milliárd körüli összegbevétel az egy tervezett összeg volt, mert év végéig még számítunk olyan bevételekre, amik vagy pályázatból, vagy reki támogatásból, tehát ez a hiányok pótlására nyújtott működési támogatásból bejöhet, de ez az 1,145 millió forint, ez viszont tényleges kiadás. Tehát október 31-én ennyi pénz volt elköltve Tiszalóc Nagykösi Önkormányzat költségvetéséből, amik aztán majd könyvelésre is kerültek, és itt is látszik a kiadásoknak a trendje, hogy ahogy a bevételek nőttek, értelemszerűen úgy nőtt a kiadások is. Most egy picit le vagyunk maradva a kiadásokkal, mert a bevételek is az előző évhez képest egy picit kevesebb a magasabb adóbevétel ellenére. És az utolsó táblázatomon látszik, hogy itt vannak a 2018-tól a bevételek, és mellette a realizálódott kiadások. Ebben az évben látszik, hogy időarányos költés történt, tehát a bevételekhez képest a kiadások teljesen könyvszerűen alakulnak, ahogy az önkormányzat annak idején a költségvetését megtervezte, ahogy a kiadásokat, beruházásokat, fejlesztéseket, működési költségeket tervezte, úgy is alakult a megvalósulás. A következő, ezt csak azért tettem fel, mert mindegyik megvalósult ezekből a pályázatokból, de azért szeretném mondani, mert ugye az utolsó közmeghallgatásunk az tavaly novemberben volt, és tavaly novembert követően fejeződött be a csapadékvízelvezetés a Széchenyi utcán, az önkormányzati étkeztetési pályázatunk, ami ugye a konyhának a fejlesztését jelentette, és a bölcsödei férőhelyek fejlesztése, az új bölcsödeit 250 millió szerepel csak, de ez valójában 270 millió forint volt, mert erre többlet támogatást kértünk. Tehát ezek mindegyike 2023. december 31-ig valósult meg, és a műszaki átadások meg is történtek ezekben a fejlesztésekben. És akkor a bölcsöde, ezt látható, az ünnepélyes átadás május 3-án történt. Nagyon büszkék voltunk rá, hogy két kormánytag is jelen volt a átadáson. Ugye képviselőasszony akkor még miniszter helyettesként, és mellette dr. Vitályos Eszter, aki a kormány szóvivő, illetve itt volt a Vármegyei Közgyűlésnek az elnöke is, Bárné dr. Gábor Bráka. És átadásra is került ez a bölcsöde, ami azóta hál' Istennek az ősszelbe is indult, és két bölcsödei csoporton most már működik is. És akkor ezt a képet azért szerettem volna feltenni ebben, mivel ugye azt mondtam, hogy egy önkormányzati ciklusnak is vége volt 2024. június 9-én,
Ebben a tekintetben ez egy ciklus fejlesztési kimutatás, ami a utakra, járdákra, csapadékcsatornára, akkor térfigyelőrendszer fejlesztésére, tehát ezeket tartalmazza, és azt szeretném megmutatni, hogy az elmúlt évben, tehát a 2023 évvégén, illetve 2024-ben történt egy fejlesztés, ez a ivóvíz ellátás, annak ellenére, hogy átadtuk ezt a közszolgáltatást ugye a magyar államnak, de még az önkormányzatunk a Gördülő fejlesztési tervében tervezte, hogy a Rákóczi utcán a ivóvíz vezeték cseréje történjen meg, ez meg is történt, és ugyanígy betervezésre került a Hásfa utca és a Béke utca közötti köznek a ivóvíz vezeték cseréje. Ez mind a kettő immáron állami beruházásból, tehát nem önkormányzati forrásból meg is történt, illetve egy nagyon azt mondom, hogy gazdaságos beruházás keretében a KFT-nek a finanszírozásába, a KFT-n dolgozói által előállított járdalapokból és az ő kivitelezésükben az állomásra vezető út mellett egy járda épült, amit én azt gondolom, hogy nagy hiány volt, mert bár volt járda, senki nem használta, mindenki az úton közlekedett, és ahogy polgármester úr említette, itt a környezete is megszépült ennek a járdának. Fásítás volt tavasszal, virágosítottunk, most éppen cserék lettek telepítve, és itt pedig egy vadonatúj parkoló épült, 11 néhány parkoló állással, amit szintén annak idején, amikor polgármester először tárgyalt a MÁV-val, akkor volt egy ilyen 10 millió forintos záradék, amit le lehet hívni adott esetben, hogyha valamilyen fejlesztést valósít meg a Tiszaluci állomáson a önkormányzatunk, mert hogy az önkormányzatunk ennek a szerződésnek a kötelezettje, vagy inkább úgy mondom, hogy kedvezményezettje, és most ebben az évben sikerült ezt a parkolót megépíteni, úgyhogy a MÁV biztosította a forrást, a MÁV-nak a területén épült, de az önkormányzat végeztette el a kivitelezést. Járdák is épültek még ezen kívül, ha valaki visszaemlékszik, azt mondja, hogy itt van a Gyöngyvirág utcai óvodához vezető járda, az is egy betonjárda volt, balesetveszélyes, azt is a KFT-n dolgozói még most ősszel végezték el. Én azt gondolom, ragyogó munkát végeztek, és azért is becsülendő, mert mondom, amit lehetett, közmunkaprogramba terveztek ügyvezető úrék, ott számoltuk el a költségeket, és gyakorlatilag kíméltük az önkormányzat egyéb forrásait ezáltal. A következő a léptet a... Leverülhetett? Nem. Csak léptessél ott egyet a enterre alát. A jobban nyilván. Ilyen vagyok. Jó, szerintem ezen léphetünk tovább, mert erről beszélt polgármester úr. Ezen is. És akkor még egy pár diában. Ugye a működés kapcsán mindig be kell számolnia az önkormányzatnak az intézményei működéséről. Elsőként a polgármesteri hivatalról szeretnék néhány információt adni, és mielőtt elkezdeném, meg szeretném köszönni mind a polgármesteri hivatalnak, mind az intézményeknek, hogy ezeket az adatokat összeállították és megküldték a részemre. És ami nagyon fontos, hogy látszik, hogy a polgármesteri hivatalban, bár a tavalyi adatokat nem tettem fel, de 12.716 ügyirat keletkezett ebben az évben, ami főszám szerint 4.200 ügyirat volt. 12-en vannak a polgármesteri hivatalban. Nagyjából ki lehet számolni, hogyha csak naponta 2-3-5-10-12 iratot kell kezelni egy ügyintézőnek vagy a hivatal dolgozójának, hogy mekkora munka ez. Képviselőtestületi ülés 23, illetve bizottsági és képviselőtestületi ülés 23 volt, és ebből 8 rendeletet alkotott vagy módosított a képviselőtestület, és 102 határozatot hozott. Na most nagyon sok olyan dolgot is fel tudnék tenni, hogy hány számla keletkezik,
Csak elmondom, 10 000 darab számláról beszélünk egy polgármesteri hivatalnál, amit a hivatal dolgozói gazdálkodási pénzügyi munkatársai dolgoznak fel. Tehát azt gondoljuk, hogy egyébként nagyon komoly munka folyik, és ezért köszönjük is ezt a munkát. A következő, ezen a ügy különböző ügytípusok láthatóak, és a számokat feltettük. A pirossal kiemelteket azért emeltem ki, mert ott valami olyan jelzés értékű, és amiből valamilyen következtetést le lehet vonni. Például a szociális támogatásokkal kapcsolatban lévő, vagy a adó és behajtási ügyeknek a száma, hogy milyen mértékben nőtt vagy csökkent, vagy a lakcímváltozásnak a számai, amiből például arra lehet következtetni, hogy mennyien mentek el, vagy mennyien jöttek, vagy adott esetben itt milyen kevesen jelentkeztek be, és mivel itt viszonylag szigorúan veszük a mindenfelülről jöttmenteknek a bejelentkeztetését, máshol pedig bemennek egy okmányirodába is, önkormányzattól függetlenül azok jönnek, akik éppen akarnak. Ha 18-an vannak már a lakásban, akkor még tudnak jönni 6-an, 8-an, 10-en minden körülmények között. Tehát mindegyik olyan mutató, ami valamiféle jelzést ad a településünk működéséről. Még a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkre hívnám fel a figyelmet, 341 gyerek van, tudjuk 400 fő körüli az iskolánk. Tehát ez is egy nagyon fontos mutató, hogy hogyan is állunk a szociális területen. És még két választást is bonyolított a polgármesteri hivatal köztisztviselői állománya, az Európa Parlamentit és a helyi helyhatóság, illetve a nemzetiségi önkormányzati választásokat. A közmunkaprogramok tekintetében az önkormányzatnak 2 közmunkaprogramja van, és van még további 2 a KFT-nek is. Nem fogom az adatokkal mutatni önöket, csak annyit szeretnék elmondani, hogy ez 28 millió forint, majdnem 30 millió forint állami támogatást jelent, illetve a másiknál, a mezőgazdasági programnál körülbelül 30 millió forint állami támogatást, és például ebben a programban, a mezőgazdaságiban kapunk 15 millió forintot, vagyis kaptunk 15 millió forintot dologi költségekre is. Tehát például a mezőgazdasági művelésünknek a anyagait, a vetőmagot, a műtrágyát, az üzemanyagot, amit a gépekbe tankolunk, azokat állami támogatással meg tudtuk venni, és mezőgazdasági árbevételünk is keletkezett. Itt még hiányzik egy szója termésnek az árbevétele ebben az évben, de látszik, hogy még további 8 millió forintot is termelt ez a ágazatunk, ha így mondjam, és szerintem ez egyébként egy 10 millió forint feletti összeg lesz a végén, hogyha azt a bizonyos árbevételt mellé tesszük. És itt látszik, 33 hektáron gazdálkodunk mezőgazdasági területen, ez szántó, gyep, legelő, erdészeti területeken pedig majdnem 10 hektár erdőt művel az önkormányzat. A következő a támogatások. Itt a tűzifa támogatást emelem ki, ez az elmúlt évben 307 ilyen kérelem jött, ez 2023-ban. Idősek támogatása tavaly 616 volt, idén 539-en igényelték ezt a fajta támogatást. A bursza támogatás az most lett meghirdetve, ott tavaly 13-an voltak, most azért csak 0, mert még idén nem zárult le ez a pályázati lehetőség. És hát látszik, hogy mennyi iskoláztatási, mennyi rendszeres gyermekvédelmi és települési támogatást mennyien kértek. A következő alaptevékenység a szociális tevékenység. Ezen a területen a szociális iroda, ami egy olyan egység, ami összefoglalja a családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, szociális étkeztetést és nappali ellátást. Új vezetője van a területnek ez év közepétől, Majdanisné Bátki Beatrix, aki átszervezte és megfelelő körülményeket teremtett és működteti a mostani szolgáltatásokat. Nagyjából hasonlóak az elmúlt évhez a tényadatok, tehát látszik, hogy
ahol 9 főt láttunk el, most is 9 főt látunk el, ahol 149 volt, van most, ott tavaly mondjuk 137 volt, tehát ezek viszonylag standardben változó, vagy standardben maradó adatok, de kiemelném a szünidei étkeztetésnek a feladatát, ami például egy 160 és 280 fő közötti mozgó történet, attól függően, hogy melyik szünetről van szó. Nyilván a nyári szünetben többen veszik igénybe, egy tavaszi vagy őszi szünetben kevesebben. És a gondos óra program az továbbra is működik, arra mindenkinek felhívjuk a figyelmét. Következő az óvodai nevelés. Óvodai nevelésnél 3-ra bővült a feladatellátási helyek száma, ugye azáltal, hogy bejött a bölcsödének az új épülete, és 7 óvodai csoportban 175 óvodásunk van ebben az évben, valamint látszik, hogy a két bölcsödei csoportban átlagosan 27 és 29 fős a összcsoport létszám, illetve bocsánat, az óvodában 27-29 fős a csoport létszám, a bölcsödénk az ugye kötött az két csoport 24-26 fővel, 26 fővel, és 25 fővel, és 30 fős dolgozói létszám látja el az óvodai és bölcsödei feladatokat. A tárgyi technikai feltételek megfelelőek, és mindig ki kell emelni, hogy az Érezd jól magad pedagógiai programban, illetve az oktatási hivatal bázis intézményeként működik az óvodánk, ami egy rendkívül büszkeséggel eltöltő dolog, mert hiszen az az óvoda, aki a környékbeli óvodáknak mintául szolgál és megfelelő szakmai munkát végez. A művelődési háznak a munkáját azt azért nem sorolnám fel, mert polgármester nagyon részletesen elmondta, hogy milyen rendezvényeket és eseményeket szerveznek a kollégák. Én azt gondolom, hogy itt is egy nagyon színvonalas szakmai munka folyik, és nagyon nehéz körülmények között, mert ahogy mondta a polgármester, alul finanszírozott a feladat, ami azt jelenti, hogy legalább, nem is tudom, 10 millió forint hiányzik ahhoz, hogy egyébként annak ellenére milyen sok program van szervezve, és még akár ilyen is, hogy mondjuk most itt van, akinek kabátba kell ülnie, mert ugye még erre is figyelni kell, hogy ne fűtsük feleslegesen ezeket a helységeket, mert energetikailag nem hatékony az épület, és ilyenkor például csoportosítva vannak a rendezvényeink. Egy héten felfűtjük, 4-5 esemény, majd aztán 2 hétig megint nincs rendezvény, és ezek a kollégák itt ülnek egyébként ezekben a hideg helységekben, akkor is, amikor a munkájukat végzik, de nincs esemény itt bent az épületben. A következő az élelmezési központ, ez ugye a konyhánk. Itt is én azt gondolom, egy 6 fős létszámú konyháról beszélünk, szuper jó lett a felújítás óta, nagyon jó kapacitásaink vannak, viszont termel is a konyhák rendesen, tehát látszik, hogy 100 000 körüli az adagszám. Itt csak azért 87 000 október 31-ig, mert értelemszerűen még az év végéig van másfél hónap, tehát ez fel fog menni el a 100 000 adagra, és olyan 9 000 az átlagos. Ez egyébként évek óta így van, hogy körülbelül ennyi, amit előállít a konyhánk, és ahogy mondta polgármester úr, a konyha működtetésébe a normatívákon kívül a nagyon nagy jelentősége van a mezőgazdasági programban termelt zöldség, illetve gyümölcsnek, amit egyébként beszállítunk a konyhára, és felhasználják alapanyagként. És akkor a KFT néhány számmal látszanak azok az összesítők, hogy mondjuk 6 fő a belterületi árkoknál 5200 négyzetmétert kell, hogy kezeljen. Ez vagy fűnyírás, vagy áraktakarítás. Zöld felületeknél 5400 méter damilt használtunk, 2500 liter üzemanyagot. Nem sorolom végig, bár ezt az egy adatot azért elmondanám, hogy ez egy picit meglepett, és beszéltünk is ügyvezető úrékkal, hogy tényleg jól látom, hogy 13-120 literes kukányi szemetet szedünk össze naponta. És azt a választ kaptam, hogy igen, mert hogy ezek a dolgozók nagyon komoly, olyan, hogy is mondjam, be kell, hogy számoljanak arról, hogy mi a napi termés, és be kell vinni egy telephelye, és ellenőrzik ezeket. És bizony, amikor kimennek mondjuk a Hernán-Németi útra, akkor 2-3 ilyen kukányi, vagy akár még többet is össze tudnak szedni. Úgyhogy hetente gyűjtik a szemetet egy olyan területen, ami egyébként nem is az önkormányzat feladata.
de sokan nem tudják, hogy ezt egyébként az önkormányzatunk végzi. És a perem területekre is, ahelyett a sok senkiházi, bocsánat, hogy így mondom, senkiházi ember helyett, aki kihordja a saját szemetét a határba, bizony ezek az emberek mennek és a kukákkal szedik össze is. Ez napi szinten 13 darab 120 literes kukányi szemét. Ami még nagyon fontos, a gátkarbantartást szeretném kiemelni, 5 km gátról beszélünk, és itt látszik 3,48 km hosszú, 2 méter szélességben ennek a kezelése. Itt van csak megjelölve a Kft.-nek a feladatai között, de itt én is szeretném kiemelni a Horgász Egyesületnek a munkáját, akik akár elnök úr, akár a tagoknak a részvételével mennek és kaszálják, és a fákat vágják, gyérítik, és mindamellett, hogy az önkormányzat és a Horgász Egyesület is foglalkozik ezzel, még mindig olyan sok teendő van, hogy ahogy polgármester mondta, azért még egy pályázat nem ártana, hogy nyerjünk, és akkor végre egyszer rendbe tudnánk tenni, úgyhogy könnyüljenek, illetve egyszerűbbek legyenek a fenntartási feladatok. És ahogy említettem, a Kft.-nek is van 2 darab közfoglalkoztatási programja, ami nekünk azért jó, mert ezeket a közfoglalkoztatási programokban kapott támogatásokat beforgatjuk a település üzemeltetésébe. És például, ahogy említette polgármester, mindjárt lesz a temetőről egy kérdés, ő 6 millió forintot tett fel a kimutatásba, ami valóban most 6 millió forintként jelenik meg, mert az a másik 9 millió forint meg ezekből a programokból van finanszírozva. 9 millió forintot még elviszünk szemetet, csak éppen azt ide fogjuk majd elszámolni. Itt lesz az a konténer kifizetve, mondjuk egy ilyen programnak a keretébe, amit egyébként egy olyan feladatra költünk, ami elsőlegesen nem is az önkormányzat kötelezettsége. Ez csak így zárójelbe jegyzem meg, és nyilván nem a jegyzőkönyvnek. És akkor itt a temető, ugye 3 temető van, 3 egyházi, illetve 2 egyházi és 1 urna temető, és ez ugyanaz a díj, amit tavaly tettem fel, de semmi nem változott egyenlőre. Annyit tudunk, hogy a 2 egyház most már egymással egyességre jutott, a 2 temetőnek a tulajdonjogi viszonyai vannak jelenleg rendezés alatt, és amikor ez megtörténik, mert hogy felcserélődött valamikor a 70-es években a földhivatalba a 2 tulajdonrész, tehát pont fordítottja van rögzítve a földhivatali nyilvántartásokban, de ez egyházi tulajdonosoknak kell a hozzájárulása. Ha ez rendeződik, utána beszélhetünk arról, hogy az önkormányzat átvegye üzemeltetésre a temetőt, mert jelen pillanatban a 2 legnagyobb temető az nem önkormányzati kezelésű. Jó, tehát ez egy kölcsönös megállapodás alapján történik ennek az önkormányzat általi üzemeltetésből való, hát hogy is mondjam, részbeli segítése, finanszírozása. És akkor nagyon remélem, hogy nem voltam hosszú, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen a figyelmet. És akkor rátérnénk a második napi rendi pontra. Ha valakinek bármilyen kérdése van, erre szeretnénk válaszolni. Kinek adhatom oda a mikrofont? Még ilyen se volt. Itt nagyon gyorsan haza fogunk menni. Nekem kell gondolkodni, hogy milyen olyan lakosságot érintő téma van, amiről esetleg még egy pár percig tudok beszélni. Illetve előttem őrsparancsnok úr, amíg gondolkodok, egy pár dolgot mond a közbiztonságról. Jó, szép fiam, szeretettel köszöntök mindenkit. Nem venném a kezembe a mikrofon, szerintem hallható vagyok így is, meg lehet, hogy meg is hiányzik a saját hangomtól. Igazából, hogy a polgármester úr és a polgármester úr mondta,
itt a gondolatok gazdálkodással kapcsolatban egy gondolat jutott eszembe, ami minket is érint. Tehát mindennek az alap problémája ez a financiális részek hiányzása, és az a fajt ember vagyok, aki azt vallja és hiszi, hogy a pénz nem boldogít, de ugyanígy vallom azt is, hogy pénz nélkül pedig nem boldogulsz. Mi is küzdünk óriási problémákkal, itt ahogy már említették a településvezető személy, illetve dologi részről is a rendőrség tekintetében. A rendőrös az öt település is tartozik. Javarészt egy járőrpáros lát el szolgálat az öt településen, a nap 24 órájában. Igyekszünk mindenkinek kiszolgálni az igényeit. Tudom, hogy ebben némiképpen van hiátus, de úgy gondolom, hogy nagy csorbát nem szenved a közbiztonság, és nem kívánok példálózni, de azért mégis meg kell, hogy említsem, hogy a fejlődő nyugaton én úgy gondolom, hogy nagyobb probléma van. Tehát Magyarországon, Magyarország egész területén mindenhol bátran ki lehet menni, sétálni az éjszaka folyamán, nem kell az értékeit otthon hagyni az embernek, nem kell tartani attól, hogy az utcán ki fogják zsebelni, ami esetleg európai nagyvárosokban már kizárt, csak kollégák mesélik a közelmúltban, hogy Rómában járnak, és akkor kérdezték a recepción, a szálláson, hogy hova menjenek éjszaka, hol tudnak szórakozni, és akkor mondta nekik a recepciós, hogy hát fel a szobába, hogy nem menjenek éjszaka sehová, mert ilyen állapotok vannak, és napközben ugye szintén kollégámmal történt, egyik nap a pénztárcát, másik nap a telefonját, mert nyilván azért van a másik nap, mert nem a pénztárcát, mert az már hiányzott, minden egyéb dologgal, ott a telefonját vitték el másnap, úgyhogy ilyen dolgokkal kell szembenézni, bár azt gondolom, hogy az attól nem vagyunk előrébb, hogy más rossz cipőben jár, vagy rosszabb körülmények között éli a mindennapjait, biztos közbiztonság tekintetében, de úgy gondolom, hogy ez mindenkinek közös érdeke. Ez a közbiztonság olyan, ha hasonlattal élhetek, mint a csapvíz otthon, hogyha megnyitjuk a csapot, természetes, hogy jön belőle. Tehát természetes az is, hogy biztonságban minden település vagy biztonságban Magyarországon, aztán amikor elzárják a vizet, vagy a közbiztonság hiányzik, akkor mindenki meglepődik. És azt gondolom, hogy ez mindenkinek közös érdeke, hogy ösztönzök mindenkit arra, hogy amikor bűncselekményt vagy szabálysértést észlel, vagy bármilyen jogellenes cselekményt, akkor ne a Facebookon nyilatkozzon erről, hanem bátran keressen meg minket. Mert már az egy olyan utóreakció, amire nem biztos, hogy fogunk tudni hatékonyan fellépni. Úgyhogy itt csak a bizalmat, ha valakiben hiányzik a rendőrség irányába, azt én próbálom egy pozitív irányba elmozdítani. Akár településvezetőkön, képviselőurakon keresztül, keressenek bátran, keressenek meg nyugodtan engem is személyesen. Ha pedig olyan sürgős a dolog, akkor hívják a 112-t és ne habozzanak, ne a Facebookra tegyék fel, mert azzal nem leszünk előrébb. Nem lesz előrébb a szomszéd, nem lesz előrébb ő sem, és ahelyett, hogy kárörvendünk, vagy károgunk a közösségi médiában, inkább tegyünk hathatósan ezért. És ha nem is vállalunk ugye éjszakai szolgálatot, mert nagyon sokat tudunk tenni azzal, ha figyelünk a szomszédainkra, figyelünk az időskorúakra, igyekszünk mi is ezt tenni a rendőrségen belül, külön feladataink is vannak ezzel kapcsolatban. És még amit meg szeretnék említeni, az egész országot érint, illetve az egész világot, az online csalások kérdése. Tehát az internet mindenki számára elérhető, nagyon sokan használják is, nagyon sokan gyorsan szeretnének meggazdagodni. Ne essenek abba a hibába, hogy átutalnak egy kockahasú szír katonának nagyobb összegeket szerelem reményébe, úgyhogy ilyen kényszerképzete legyen senkinek, hogy ebből párkapcsolat lesz, illetve hogy az ilyen gyanúsan olcsó termékekre ne klikkeljenek rá, illetve ha nem játszott a nyereményjátékot, akkor ne higgyék el, hogy játék tulajdonképpen, mert hasonló módokon próbálják elérni az áldozatokat, és a bankszámlájukhoz hozzáférve nagyobb összegekkel tudják megkárosítani a sérteteket, de mindenki a saját szintén nyomorok tartja a mondást,
van, akinek egy kisebb összeg is ugyanolyan nagy kárt jelent, mint ha valakitől 10 milliót vagy 100 milliót csalnak el. Igazából nagyon annyit szerettem volna, bárkinek van kérdése, inkább beszéljünk nyíltan a dolgokra, és amennyire tudom megválasztom, nyilván kamerák előtt ilyen belső dolgokra nem tudok beszélni, de ha valakinek tudok segíteni, vagy kérdése van és arra válaszol, azt szívesen megteszem. Mi is köszönjük szépen ősparancsnok úrnak. Nem tudom, valakinek jutott-e eszébe kérdés, hogyha nem, akkor még egy témáról szeretnék beszélni. Hamarosan most már elindul a Munipolis rendszer, amit ha jól emlékszem, talán még a tavalyi falugyűlésen is megemlítettem. Most értünk el oda, hogy feltöltve hírekkel, anyaggal, hamarosan kiszórólapozzuk, illetve a Facebook oldalunkra feltesszük. Egy kódot ugye le lehet olvasni és lehet rá regisztrálni. Ez egy telefonos alkalmazás, vagy egy applikáció, amit laptopon, számítógépen is lehet használni, és ez egy fejlettebb rendszer a település tájékoztatására, illetve bármilyen ügyben a szavazásra ad lehetőséget. Tud SMS-t küldeni ki, tud Facebookos és e-mailt küldeni ki, illetve hangüzenettel is felhívhatja, akár utcára leszűkítve a település lakosait, vagy ha kívánasszuk, hogy az állattartók kapjanak üzenetet rajta, illetve vagy a nők, tehát abszolút szűr, és nagyon-nagyon sok lehetőséget rejt magába. Azt szeretném, hogyha minél több lakos letölteni és bátran elkezdeni használni, van lehetőség arra is, hogy lefényképezünk valamit a településen, elküldjük a megjelölt témakörbe, hogy például kátyú, különböző problémák vannak ott megjelölve, és az adott helyre azonnal GPS koordinátával megjelenik, és mi pedig visszaírunk, hogy folyamatban van az ügy, illetve elkészült, hogy valamit válaszolunk. Tehát Munipolis. Ez szerintem 2 héten belül el fog indulni. És hogyha nincs több kérdés, úgy látom, hogy nincs, akkor mindenkinek megköszönöm, aki a mai napon megtisztelt minket jelenlétével. Köszönöm szépen a vezetőinknek, az önkormányzat összes dolgozójának, a meghívott vendégünknek, képviselőtestületi tagoknak, hogy eljöttek. További szép estét kívánok. Találkozunk egy év múlva. Addig is, hogyha bárkinek bármilyen problémája, illetve kérdése van, engem minden héten megtalál hétfőn délután ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatalban, szerdán, illetve pénteken is nagyon sokszor bent tartózkodok ügyfélfogadási időben, de nyugodtan lehet hívni telefonon is, hogyha valami akut probléma és kérdés van. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, további szép estét! Viszontlátásra!